Alapítványunk adja ki ezt a Herbáció című népi gyógyászati magazint, én már 12 éve. A magazin lényege ismert növények ismeretlen felhasználási módjait szeretnénk bemutatni ezen keresztül, és az előadásnak is főként ez lesz majd a mai lényege. Egyrészt ehető vadnövényekről fog szólni, másrészt pedig olyan mindenki által ismert kultúrnövényekről, amelyeket használunk a konyhába, de amennyire használunk, annál sokkal kreatívabban is el lehetne készíteni ezeket. Itt a növények kreatív használatával kapcsolatban két tudományág is foglalkozik ezzel. Az egyik az etnobotanika, a másik az ökonombotanika. Az etnobotanika az a népi növényhasználat, tehát ugye ez mutatja be, hogy a különböző népcsoportok, ugye ezt térben és időben is vizsgálhatjuk, mikor, mennyire használták a környezetükben élő növényeket. Ugye 100-200 évvel ezelőtt, meg ahogy megyünk visszafel az időbe, akkor jóval elterjedtebb volt a vadnövények használata. Ugye manapság az élelmiszeriparnak köszönhetően ugye nagyon sokan inkább mirelit vagy kész ételeket teletömik ezzel a hűtőjüket, és hát ma már ritkaság száma megy, hogy vad növényeket fogyasszon valaki. Itt ennek az etnobotanikának a térbeli és időbelisége, ugye esetünkben inkább az időbeliség a lényeges, mert hogyha mi a Magyarországon élő növényeket szeretnénk ilyen szempontból megismerni, akkor az időben kell visszamenni, mert ugye etnobotanikában térben is vizsgáljuk, hogy mondjuk Dél-Amerikában hogy használják a növényeket, csak mivel az ottani növények nálunk nincsenek, ez kevésbé lehet hasznos számunkra. Egyébként, hogyha a vadnövények felhasználásáról van szó, akkor általában mindenki a vadgyümölcsökre gondol először, tehát vadkörte, vadalma, som, kökény, pedig rengeteg olyan vadzöldség van, ami szintén használható, ezek között akár gyomok is vannak, tehát ezeknek mondjam, rosszabb a marketingje, mint a vadgyümölcsöknek. Egyébként érdekes belegondolni, hogy mekkora a nemzetgazdasági értéket pazarlunk el azzal, hogy ezeket nem használjuk, hiszen ugye a kertészetekben nagy erő és energia befektetéssel ugye megtermelik a kertészek a különböző növényeket, míg hogyha a vadnövényeket nézzük, akkor azokat a természet megtermeli, tehát kertészetileg nem kell velük semmit csinálni, egyszerűen csak a megfelelő időpontban kell kimenni és begyűjteni őket. Tehát ugye ez az etnobotanikai rész, a népi növényhasználat, a másik, ami ezzel foglalkozik, az pedig az ökonombotanika, ez pedig a gazdasági növénytan. Hát kevés olyan iparág van, ami nem kapcsolódik a növényekhez, ugye említettem az élelmiszeripart, élelmiszerünk nagy része növényi eredetű, de a gyógyszeriportól kezdve a cukoripar, akkor a kozmetikai ipar, de még a bútorgyártást is, ha nézzük, mind olyan iparágak, hogy növények nélkül nem lenne. Tehát a mi kis magazinunk ezt a két tudományágat próbálja közérthetőbben bemutatni. Az egyik érdekes dolog ez a visszatérés a természethez, mert ugye rengeteg feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, aminek az a hátránya, hogy nagyon sok tartósítószer színezéket viszünk be a szervezetünkbe, és ez hosszabb távon ugye különböző betegséget okoz, de ugyanez vonatkozik az ipari módon termelt növényekre is, hiszen ezekben különböző szermaradványok lehetnek, és hogyha nem is egészségügyi szempontból nézzük, akkor ez nagyon érdekes, hogy van gazdasági, meg biológiai érettsége a növényeknek. Tehát például, hogyha mi a saját kertünkben leszedünk egy paradicsomot, akkor azt akkor szedjük le, amikor biológiai érettségében van, tehát amikor a legjobb a színe, legfinomabb, legzamatosabb. Ellenben, hogyha mi megvásároljuk a paradicsomot, hát akkor azt nem biológiai, hanem gazdasági érettségében szedték le a kertészek. Lehet, hogy hetekkel korábban, még zölden, aminek az a, mint ahogy benne van, gazdasági érettség, az a gazdasági oka a dolognak, hogy ezt még szállítani kell, utána, hogyha megérkezett a boltba, ott még pulton tartható kell legyen egy ideig, és hát ez is be fog érni, csak ezért van az, hogy óriási különbség van
a saját magunk által termelt és biológiai érettségben szedett növény, illetve a sokat szállított és kényszer érett gazdasági érettségben leszedett növény között. Tehát ezért jó, hogyha valaki saját maga termel. És mielőtt rátérnék itt a növények bemutatására, sokan mondják azt, hogy nincs idő a kertre. Hát egy kert ugye az tényleg sosincs kész, tehát mindig kell benne valamit csinálni, de erre egy jó alternatíva például a vadnövényeknek a fogyasztása, mert akár egy hétvégi kirándulás alkalmával is ezeket be tudjuk gyűjteni, tehát gyakorlatilag nem kell velük kertészkedni, csak össze kell szedni, és ezek, hogyha jó helyről szedjük, akkor bio minőségű konyhai alapanyagnak tekinthetők, tehát ha nem egy nagyforgalmú út mellett gyűjtjük be, hanem tényleg olyan természeti környezetbe, ami mondjuk úgy, hogy kevésbé van kitéve a környezeti ártalmaknak, akkor így ingyen bio alapanyagokhoz jutottunk. Most összeválogattam növényeket, ilyen logikai sorrend az nem lesz benne, lesznek vadnövények, lesznek kultúrnövények. Igazából a lényeg az mindnek az lesz, hogy megpróbálom egy kicsit olyan szempontból bemutatni őket, ahogy remélhetőleg még ritkában hallották. Ez a tájkép az azért került az első sorba, mert kevesen tudják, hogy Magyarország azzal, hogy itt ugye a Kárpát-medencében helyezkedik el, növénytanilag nagyon fajgazdag a mi flóránk. Ugye a trópusi esőerdőre mondják, mert az egy többszintű növénytársulás, hogy az, ami a legtöbb fajt vonultatja fel egységi területen. Ez így is van, de a mi Kárpát-medencénk sem sokkal marad el tőle. Ez köszönhető egyrészt a négy évszaknak is, a Kárpátok vonulatának is, annak, hogy vannak ugye síkvidékeink, folyók, tehát hogy ez annyira változatos természeti környezet, hogy ennek köszönhetően nagyon változatos növényi összetétel alakult itt ki. Tehát, hogyha valaki vadnövények fogyasztásával akar kezdeni, akkor pont jó helyen lakunk, mert akár csak, hogyha a mediterrán részre mennénk le kicsit délebbre, már ott is jóval kevesebb a fajoknak a száma. Az első, amit kiválasztottam, igen ismert a szőlő. Ugye, hogyha szőlőről van szó, akkor általában arra gondolunk, hogy abból bor készül, must készül, illetve a csemege és a mazsola szőlő még az, ami így közismert. De régebben divat volt, tehát hogy minden készülhet még a szőlőből, a kacsot is fogyasztották. Ez egy nagyon kellemes, savanykás ízű, nyári időszakban nagyon jó frissítő. Illetve a szőlő levele, abból pedig töltike készülhet. Ugye Magyarországon a töltött káposzta a divat, ugye rizs, hús, káposztába töltve. Mediterrán vidéken ezt nem káposztával, hanem szőlőlevélbe tekerik, és a hús helyett a rizs különböző fűszerezett módon van benne. A szőlőnek erre a zsenge fiatal levelei használhatók, de nem csak akkor, amikor éppen vannak zsenge fiatal levelei, hanem később is, ugyanis azt savanyúságként el lehet tenni ezeket a szőlőleveleket, és akkor utána télen is készülhet belőle töltike. A töltike mellett még egy nagyon érdekes a verzsű, a zöld must. Ezt francia gazdák találták ki. Gondolom önök is, amikor a gyümölcsökkel foglalkoznak, akkor szoktak termésválogatást csinálni, aminek ugye az a lényege, hogy van olyan, hogy szőlőnél is, de gyümölcsfajoknál is, hogy túlterem az adott fa. Tehát nagyon sok virág bekötött, rengeteg termés fejlődik rajta, de az akkor nem fog jól, tehát nem lesz darabos, hanem sok apró gyümölcs lesz rajta, a minőséges, a jó. Tehát erre van az, hogy gyümölcsválogatást végzünk, még zölden leszedjük. Annak érdekében, hogy ami fönnmarad, az ugye nagyobbra tudjon nőni. A francia gazdák is ezt csinálták a szőlővel, hogy amikor túl sok termés kötött be rajta, akkor még zölden leszedték a felesleget. Ezt úgy kell elképzelni, hogy már zsendülésben van, tehát akkor, amikor a szemeknek a víztartalma az már szinte teljes, de az élés még nem kezdődött el.
Na most amikor leszették ezt a zöld szőlőfürtöket, ezt nem kidobták, hanem ugyanúgy, mint amikor érett, mustot készítenek belőle, csak ez a zöld szőlőből készült must, ami savanyú. Ebből adódóan ez citromlé és ecet helyettesítésére kiváló, tehát ezt érdemes megkóstolni ezt a verzsüt, mert nagyon egyszerű annyi, hogy a zöld szőlő leve. A másik még, amit a szőlőhöz fölírtam magamnak, a pekmez. Ezt magyarra fordítva mustméznek nevezhetnénk, bár a mézhez semmi köze, leszámítva azt, hogy mézszerű állaga van és nagyon édes. Ez úgy készül a pekmez, hogy amikor már ugye az érett szőlőt szedik le, abból elkészül a must, ami ugye jó magas cukortartalmú, és ezt nagyon lassan, lassú tőzön elkezdik főzni, melegíteni, hogy a víztartalma csökkenjen, így besűrűsödik, és egy hát ilyen lekvárszerű dolog készül belőle. Ez a mustméz, ezt gyakorlatilag méz helyett édesítésre lehet használni. Ennek a elkészítése egy picit macerásabb, mint az előbb említett verzsű, de ezt a pekmezt sem lehetetlen megcsinálni. Illetve még a mustpurkát szeretném megemlíteni, ami egy nagyon jó pofa és nagyon sokáig elálló találmány. Ez úgy készül, hogy az előbb említett pekmez, tehát kiindulunk a mustból, a mustot két fele szedjük, az egyik felét elkezdjük melegíteni, hogy a víztartalma csökkenjen, tehát azt besűrítjük. A másik felét pedig liszttel elkeverjük, annyi liszttel keverünk bele, hogy ilyen tejfölszerű állaga legyen. Tehát most van akkor a lisztes must, meg van ez a már besűrített mustunk, ezt a kettőt összeöntjük, akkor egy ilyen sűrű anyagot kapunk. Ezután spárgára diót fel kell fűzni, és ebbe a masszába mártogatni, mint amikor a gyertyamártás van. Ezt ugyanúgy végezzük. Ennek az a lényege, hogy a dióra ráragad az előkészített mustméz gyakorlatilag, és szépen rászárad. Előbb-utóbb már nem látszik a dió, hanem egy kurka fog kialakulni, ami azért nagyon sokáig áll el, mert ugye magas a cukortartalma, így megszárítva elkészült a mustkurkánk. Úgyhogy a szőlőből is jóval több minden tud. És hogyha a dió csisogával helyettesítem? Hát valószínűleg akkor szárított, vagy asszal csicsóka kell legyen, mert ugye, hogyha belül nagy nedvesség tartalma, akkor nem fog úgy elállni, de egyébként még hűtve biztos, hogy bármi az a lényeg, tehát a diónak ebben csak az a lényeg, hogy ráragadjon. Örömmel hallottam a legelején a kacsról, hogy fogyasztották a kacsot. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mi nem permetezzük, hanem csak jó módon van, akkor a szőlőnek a kacsát is, sőt, még a leveleket is szokták mondani, tehát a zsengeleveleket. Igen, hát én a levelhez ugye ezt a töltikét említettem, igen. De egyébként fölaprítva salátának is. A kacsot azt nyersen. A kacsot azt nyersen. Igen, az ilyen kis csemege inkább, tehát hogy abból ugye elég nehéz nagy mennyiséget összegyűjteni, meg hát nem is érdemes, mert ugye az a növénynek az egyik szerve, mint hogyha a saját kezünket levágnánk, ugye amba kapaszkodik, de egyet, igen, az egy kellemes ízű, egy kis frissítő. Akkor itt a hagyma, ez most pont egy vilahagyma, de ugye rengetegféle hagymával találkozhatunk. A hagymának köztudott, hogy antibiotikus hatása van, tehát hagymát mézzel elkeverve, vagy aki bírja, csak magában elrágcsálva, ilyen kisebb torokfájáson, akár pár óra alatt képes segíteni. De emellett még a hagymának a buroklevele, ezt még főleg nem lila hagymánál, hanem vörös hagymánál szokták hagyma buroklevélből készíteni teát. Ezt lehet úgy, hogy egy kis pirított cukor és hagymahéj vízzel felöntve, ez pedig köhögés csillapító hatású. Egyébként a hagymának, a sarjadék hagymának a zöld levelét azt nagyon sokan kidobják. Az is nagyon finom, ugyanilyen hatású, föl lehet aprítani és salátákba lehet használni. Dióról már érintőleg is az előbb volt szó, ugye a mustpurkánál. Számos más dologra is jó, lehet például belőle lekvárt készíteni. Majd mindjárt a töknél ki fogunk térni rá, hogy tökkel házasítva, hogy lehet dió lekvár. De a dolog lényeg az, hogy megpucoljuk, ledaráljuk, megfőzzük, és utána valamivel házasítani kell, mert ugye hát lekvárt azt nedvesség tartalmú
gyümölcsökből szoktunk csinálni, ennek ugye hiány van a dió, de lehet almával házasítani, vagy még mindjárt elmondom, hogy a tökkel miért jó házasítani, tehát így akkor diólekvár készülhet. Ugye a zöld dióból lehet befőttet készíteni, van egy ilyen tűpróba, hogy addig, amíg egy tűt át tudunk rajta szúrni, addig ugye alkalmas zöld dió befőtt készítésére, de dió fasírt is készülhet, az ugyanúgy indul, mint a diólekvár, tehát ledaráljuk, megfőzzük, és utána, ez még sokszor vissza fog térni az előadás során, vagy zappehely alappal, vagy pedig burgonyapehellyel lehet az ilyeneket kikeverni, fűszerezzük, és akkor így lesz a dióból diófasír. Illetve a dió zöld héjából még különböző tintúrákat, főzőket lehet készíteni, ezek fertőtlenítő hatásúak, lábgomba esetén is használhatók. Akkor itt a tök, amit az előbb említettem, a tökből is készíthetünk fasírtot, annyi, hogy megpucoljuk, lereszeljük, a víztartalmát jól ki kell nyomkodni, utána fűszerezés kérdése a dolog, hogy milyen ízű lesz. Egyébként ezt nagyon sokan mondják, akik húsevők, hogy mert a hús finom. Na, a tök ez olyan szempontból jó példa erre, hogy a húsnál se a hús a finom, hanem hogyha a megfelelő fűszerezéssel készítjük el, mert mondjuk egy főtt hús minden fűszerezés nélkül annyira nem finom. Tehát a főzőtökben az a jó, hogy alapból nincsen neki íze, tehát bármi lehet még belőle. Így a tökből készülhetnek különböző fűszerlekvárok. Ugye a fűszerlekvár, gondolok például ilyenre, hogy vaníliálekvár, fahéjlekvár, de akár kávélekvárt is csinálhatunk. Ugye, amit most hármat felsoroltam, azok magukban mind a három alkalmatlan lekvár készítésre, mert ugye nulla nedvesség tartalommal rendelkezik. De hogyha találunk hozzá egy megfelelő házasítást, ami esetünkben a tök, akkor az nagyon jó, mert az adja a nedvesség meg a ballasztanyagot, az előbb felsorolt fűszerek, de ezt lehet sorolni, tehát papukfüves lekvár is, vagy mártás is készülhet így, hogy az adott növény adja az ízt, az alapanyagot meg a tök adja hozzá. Itt azt mindenképpen kiemelni, hogy ezekhez főzőtököt használjunk, mert sütőtökből is nagyon jó lekvár készül, csak annak már magában karakteres az íze, tehát akkor ott egy elég furcsa keverék fog kijönni. A főzőtöknek az az előnye, hogy nincs íze, így bármi még kialakíthatjuk. Itt a sárgaléha, ennek is a zöldjét az gyakorta csak leveszik a házi asszonyok és megy a kukába, pedig az is nagyon jó, akár egy vajas kenyérre lehet szórni, salátát is ízesíthetünk vele, illetve a répából is készülhet répalekvár, és baby répából, a kis répából pedig savanyúságot is készíthetünk el. Ez is több mindenre jó, mint amire elsőre gondolnánk. Aztán itt következik három gyomnövény, ő a tyúkhúr. Ez kiváló salátának is, az előbb említett burgonya pehellyel keverve, akár fasírt is készülhet belőle, illetve ezek a, miért miket még mutatok, gyomok, ezek levesbetétnek is jók. Magyarországon ez nem divat, tehát így inkább tésztát főzünk a levesbe, pedig ezeket a növényi részeket, tehát összevágva, amikor már a leves megfőtt, tehát a végén beletéve, tészta helyettesítőnek, ilyen levesbetétnek is jó. A tyúkhúrról érdemes még azt tudni, hogy efemer növény, ami azt jelenti, hogy vannak az egynyári növények, ami tavasztól őszig él, vannak az évelők, ami több évig, az efemer növények pedig egy vegetációs időszakon belül, tehát tavasztól őszig több nemzedékük is van. Hát ilyen a tyúkhúr is, hogy már nagyon találkozhatunk vele, utána amikor bejön a nyári meleg, akkor eltűnik, de hogyha nyáron van egy-két hetes csapadékosabb időszak, akkor újra megjelenik, illetve ősszel megint elő fog kerülni. Tehát ennek köszönhetően, hogy ő ilyen efemer életmódot folytat és sok nemzedéke van, amikor megjelenik, mindig van friss hajtása, tehát többször is fogyasztható egy évben belül. Csak a friss hajtást, vagy a tyúkhúrnál gyakorlatilag az egészet lehet, tehát ugye az öregebb levelei is ízletesek,
Ez mondjuk a fehér libatokról, meg többiről annyira nem mondható el, de a tyúkúr ilyen szempontból jó, hogy, hogy annak a idősebb levele is zsengék, tehát nem, nem érezzük azt, hogy, hogy rágós lenne. Akkor itt van a libatok, ő spenótszerűen lehet elkészíteni, tehát salátától kezdve főzeléken át bármi lehet belőle. És itt van még a kövér porcsin, aminek az egy érdekessége, hogy annak idején a Szovjetunióban még nemesítették is. Tehát én nem nagyon tudok ezen a növényen kívül olyan növényt, amelyik gyom, és van neki kertészeti változata, a porcsin ilyen. Hát itt a nemesítési cél az volt, hogy minél több és nagyobb levele legyen. Ez is használható levesbetét, körözöttekhez, már nagyon sokféleképpen. És nincsen kép róla, de a kövi rózsát is használhatjuk, ugyanígy az egy picit macerásabb, hogy a ilyen bőrös részét ezt le kell szedni, és csak a belsejét lehet salátába tenni, ugye egyébként a kövi rózsának 80, vagy 80 magyar neve van, ugye a Szentpermin tektorunknak. Ez egyébként sok olyan gyógynövényre igaz, amit régen nagyon sokat használtak, annak sokféle magyar nevet adtak szinte tájegységenként mást. Kövi rózsa is ugye fülfű, fülbecseppentőfű, mert nagyon jó fülgyulladás ellen, de tették tetőre is, az volt a hiány, hogy megvéd a villámcsapástól. Tehát a kövi rózsa az egy nagyon kedvelt növény volt, meg most is az. Illetve ha a szukkulenseknél maradunk, akkor főleg a hegyvidéki részeinken található borsos varjúháj. Ez egy nagyon picike kis növény, citromsárga virággal, a magyar nevében is benne van, hogy borsos, hát egy enyhén csípős, borsra emlékeztető íze van. Ez is a legegyszerűbb, hogy vörös kenyérre rászórni, és akkor nagyon finom. Itt a szászószét, ami hát fűgyomként is nyilván tartunk, de egyébként egy szép növény és sokféle kertészeti változata is kapható már. A konyhai felhasználásra ezt a vadalapfajt célszerű kipróbálni. A levelei azok salátaként fogyaszthatók, a bimbójából pedig hamis kaprigonyót lehet készíteni, savanyúságként kell eltenni úgy, amikor még nincs kinyílva, de likőr is készülhet belőle. Itt gyakorlatilag néhány marék virágot ki kell áztatni vodkában, kis mézzel meg vízzel felönteni és érlelni egy ideig. Akkor szintén ismert növényünk a gyermekláncfű, ennek pedig a tavaszi zsenge levelei, azok salátának fogyasztható, de amint megjelenik a virág, ezek keserűek lesznek, akkor is fogyasztható, hogyha valaki szereti a keserű ízt, mert egyébként a keserű íz az egy étvágygerjesztő, meg emésztést serkentő hatású, tehát hogy ebben nincs probléma, csak érdemes tudni, hogy tavasszal egy kellemes lágy saláta íze van, a bimbók megjelenésétől kezdve pedig már kesernés lesz, de akkor is fogyasztható, illetve a virágából cukorszirupval összefőzve, hát régen mézhamisításra is használták, ezt már nagyon szép sárga szint ad a cukorszirupnak, és akkor egy ilyen mézszerű képződmény lesz belőle. Illetve a gyökerét is lehet, de csak tavasszal, amikor épphogy kihajtott, azt pedig megpucolva, vajjal, párolva lehet fogyasztani. Ez elég sziszifuszi munka, tehát itt amiket én felsorolok, vannak olyanok, amit érdemes megcsinálni, mert finom, meg vannak olyanok, amit egyszer érdemes megcsinálni, de egyébként finom, csak több munka van vele, mint a haszna. Na akkor itt van ez a közellenség, ugye a parlagfű. Ez érdekes, hogy nálunk mennyire hát ugye, tiltott növény lett, mert a június 30-ig nem kaszálja le valaki, akkor büntetik. Ez olyan szempontból jogos, hogy a virágpora az allergén, de erről mondjuk nem a virág tehet, nem a virág, hanem a parlagfű tehet, hanem azért sokan allergiásak rá, mert ez egy civilizációs betegség. Tehát, hogyha az emberek egészségesebbek lennének, ez a
nem volt ilyen allergia, tehát nem volt parlagfüve allergia mondjuk 50-100 évvel ezelőtt. Kicsit más volt az életmód, kevesebb tartósítószerrel tartósították magukat az emberek. Tehát, hogy az allergiáért mi vagyunk a felelősek, ő csak a kiváltója. Egyébként ez még egy érdekes ilyen kettősség, hogy itt ugye üldözik Magyarországon a parlagfüvet, de a latin neve Ambrózia Eláció, ugye az Ambrózia pedig az Istenek eledele volt. Tehát ez egy ilyen kis ellentmondás. A magyar neve is sokat mondó, hogy parlagfű, ez ugye onnan ered, hogy a parlag területeken szinte ez az első növény, ami megjelenik. Hát ugye ezt nagyon egyszerű lenne kivédeni, hogy ne hagyjunk parlagon területet, vagy ne törjük fel, vagy ha feltörtünk egy területet, akkor azt műveljük, vagy ha nem törjük fel, akkor ugye az egy természetes növénytársulás van rajta, akkor ott sem tud ez megtelepedni. Mert ezeknek a növénytársulásoknak van egy ilyen fejlődési folyamata, tehát hogy feltörünk egy területet, vagy egy kertet elkezdünk elhanyagolni, akkor mondjuk a parlagfű az első, ami nagy számban megjelenik, de mondjuk ha 5-6 évig nem csinálunk vele semmit, előbb-utóbb kiszorul a parlagfű, és akkor ugye egy ilyen füves rész lesz, utána jelennek a cserjék, a fák, tehát hogy ezek a növénytársulások így egyik a másikba megy át, a parlagfű egy ilyen indító rajta. Ehető a zsenge hajtásai, és egyébként finom is, azt azonban érdemes betartani, hogy amikor már bimbós a növény, akkor már ne együk. Tehát ha már bimbó van rajta, akkor ott már pollen is van, tehát ez mindenképpen csak a zsenge hajtásait. Egyébként ezt lehet a kereskedelemben kapni ilyen zöld por néven is immunerősítőként. Én láttam már őstermelő piacokon, Győrben például, hogy szirupot készítenek belőle, egyébként az is finom ízletes, tehát parlagfűször készül belőle, de szendvics dísznek is kiváló, tehát a zsenge leveleit megmosás követően felaprítjuk és rászórjuk a szendvicsre, az is nagyon ízletes tud lenni. Meg parlagfű liszt is készülhet, ez a parlagfű szénája ledarálva. És ezt nem úgy képzeljük el, mint a búzalisztet, hanem inkább ilyen fűszerezésre, vagy ízesítésre alkalmas ez a parlagfű liszt. Olyan érdekességet szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez egy nagyon kiírthatatlan növény, és ezt hogy csinálja, hogy ugye egyrészt rengeteg magot termel, és a magjaiban teljesen véletlenszerűen csírázásgátló anyagok helyez el, ugye elsőre felvetődik a kérdés, hogy a növénynek ugye a fajfenntartása szempontjából pont az a lényeg, hogy csírázzon, akkor miért jó az, hogy véletlenszerű mennyiségben csírázásgátló anyag van a magjába. Hát pont azért, hogyha egyszerre kicsírázna mind, és történne vele valami, mondjuk valaki lekaszálja, vagy egy tűzvész, akkor ugye azon a területen a populáció megszűnik létezni. De hogyha van olyan mag, ami az első csapadék alkalmával kicsírázik, de van olyan, amire jöhet a csapadék, de mondjuk csak 3 hónap múlva csírázik ki, meg van olyan, ami csak 5 év múlva, akkor már mindjárt megvan oldva ez, hogy bármilyen katasztrófa történik ezen az adott területen, a parlagfű mégis fent tud maradni. Tehát ilyen nagy túlélő, mint egyébként az állatvilágban a patkányok. Igen, és még az allergén hatásáról annyit, hogy a törvény, hát nem törvény, aztán ez csak jogszabály, hogy június 30-ig, tehát a virágzás előtt, mondjuk akkor már annyira elkezd virágozni, hogy akkor kell legkésőbb kiírtani mindenkinek a területéről, különben büntetnek, hogy aki nem allergiás rá, annak is célszerű már akkor védőfelszereléssel végezni a kaszálást, mert tehát bárki bármikor allergiássá válhat rá. Erre vannak példák, hogy valaki elkezdte kaszálni, mondván, hogy nem allergiás rá, és akkor 2 óra kaszálás után akkor a dózisba kapta a pollent, hogy utána már allergiás lett rá, és ez is valami élete végéig. Tehát, hogyha olyankor úgy jön össze a dolog, hogy akkor tudjuk csak és kaszálással írtani, amikor már bimbós állapotban, akkor ezt mindenképpen védőfelszereléssel kell csinálni. Itt azért még egyszer kiemelném, hogy nem olyan hibás azért, hogy allergiások vagyunk rá, de allergiások.
Én egyébként pálinkát csinálok most palapúval. Ilyen ágyas pálinka, és az... Hát fűszereket megpirítani, és akkor nincs most itt pontosan a receptem. Három hónapig áll, és akkor utána leszűrni, és lehet inni. És van egyik ismerős, aki itt a magyar világban is szokott járni, főleg a Gyulának az előadásaira, ő pedig sört. Ez a recept is, a pálinka recept is az ő receptje. És ő még sört szokott csinálni parlagfűvel, de fantasztikusan kellemes, jó ital. De ugye kifejezetten csak az egészen zsengere vele. Tehát csak az, és akkor az abszolút. Egyébként ezek a vadmérő cukor sörök, igen, a... szintet leviszi, a, tehát vércukor szintet. Na, abszolút. Jó, hogy hatásszor. Hát ezeket mindegyiknek igen, van, csak a Robi nem mondta, mert hát most nem arra tért ki, hogy hogynek mondják meg, meg hát ugye ez, hogy ambrózia alatt így nevetett, ez sok mondatában, de egyébként az ásványanyag tartalma nagyon. Igen. Vas elég sok van benne, hogyha az ember rákcsalja, akkor érzi a vas. Egy karakteres ízű, tehát tényleg egy szendvicses szorban megérjük kipróbálni. És a vércukorszintet a ízű is, a, hogy hívják, az első volt a fehérvirágú. Gyukor, igen. Tehát az is. Igen, és a koleszterin szintet. A koleszterin szintet. Nagyon jó salátot én, hogyha pedig meg van szárítva, akkor pedig teljesen. Egyébként sört a csalámból is lehet készíteni. Ez, hát, erre vannak receptek, meg ezt elég pontosan kell csinálni, de nagy vonalakban ez úgy néz ki, hogy főzünk egy erős csalámteát, és akkor ezt cukrot adunk, aztán egy citrommal és még borkősabb, és akkor valami mai élesztővel, hogyha beoldjuk, de hát itt persze meg lehet az interneten találni a receptet, mert ez elég precízen kell, és akkor a csalámból is két hét alatt jó kis sör készülhet. Egyébként a család is nagyon sok mindenre használják, ugye gyógynövény is, tehát ilyen vértisztító és vizelethajtókáknak egy alapkeveréke, tehát a keverékeknek egy alapnövénye. A begyűjtésénél ugye, ha alulról fogjuk meg, akkor nem csík, bár azt, hogy ugye a hangyasabb miatt csík, azt régen reuma kezelésére használták, hogy megcsapkodták vele a fájó részt, és akkor már mindjárt nem a reumától fájtom ettől. Ennek egyébként a gyakorlati jelentőség az az, hogy a helyi vérkeringést stimulálta. Akkor ugye tisztítókúráknak az alapja, hajöblítőt is lehet vele készíteni. Főzelék, kocsonya készül, hát a sört azt említettem. Csalámból is lehet fasírtot csinálni, azt is ilyen zsemme morzsával kikeverni. Tehát annyi, hogy amint leszettük ezeket a zsenge leveleit, egy pillanatra, hogyha forró vízbe tesszük, akkor a hangyasav az már eltűnik, tehát akkor az közömbösítve van, és akkor lehet főzelék a főzeléket, hogyha besűjítjük zsemme morzsával, akkor kisüthető fasírtként. Tehát annyi, nagyon sok mindenre használható, egyébként egy nitrogén jelző növény, tehát ahol van csalán, ott jó minőségű a talaj. Akkor a következő, hazánkban is sokfele terem van a homló. A homló ugye a sörgyártásnak az egyik, hát nem alapanyag, inkább fűszerezője, mert annyi kis mennyiség kell belőle, de ugye a sörnek az ízét adja. Emellett a tavaszi zsenge hajtásai spárgaszerűen elkészíthető. Alig kell megpárolni, és nagyon finomak. A homló tobozból, ugye ez botanikailag nem toboz, csak arra hasonlít, tehát a homló termésből készülhet még tea, ez egy ilyen kellemes nyugtató hatású, illetve a levendula párnát is sokan használnak, tehát ugye párnából a levendulát is akkor egy ilyen almás segítő nyugtató. Na a komló is ilyen, mert ezt már régen rájöttek, hogy amikor padláson szállították a komlózók, mindenki elálmosodott. Tehát, hogy a levendula párna mintájára, hogy a komlóval töltjük meg a párnát, tehát egy kis párnát, és akkor azt a fekvő párna alá mellé helyezzük, akkor az jó álmot biztosít. Fantasztikus illata van, amikor virágítjuk. Igen, hát ugye... És az emésztés szerintem megvannak benne. Bocsánat, a komlóról nem tudom, hogy ki hallotta, hogy a kenyeret is szoktak éleszteni, de a kovászba tenni a komlóról, a virágából vagy.
Ez csak ízesítésként, vagy a kovász? Ezen szerint megfőzzük a dobozt, és azzal csinálni a kovász. Hát úgy lehet te, hát, igen, tehát ez kellemes. Kovász. Én kovászom, én nem hallottam, de lehet, hogy ugyanez. Itt a következő ugye a hársa, több hárs is található Magyarországon, a kislevelű, nagylevelű azok fogyaszthatók, az ezüst hárs az annyira nem, az ezüst hársnak a, onnan is feljük meg, hogy a levélfonáka ilyen ezüstös szőrös, tehát hogy az nem annyira szokás, ugye a hárs teája az nagyon ismert. Köhögéscsillapító felső légúti betegségekre is jó, és az a gyógynövények egyik, ami kimondottan finom is, tehát hogy hárst célszerű olyan teakeverékekbe is tenni, ami nem olyan jó ízű, és akkor ez már mindjárt feljavítja a ízét. Az említett két hársfajnak, tehát a kis meg a nagylevelűnek a tavaszi zsenge levelei, azok salátaként is fogyasztatók. Ezt azért érdemes kiemelni, mert így amikor ilyen saláta készítés van a vadnövények kapcsán, akkor ugye általában látszárúakra gondolunk. Eddig is azokról volt szó, de van néhány fa, egyik a hárs, aminek a zsenge levele ugyanúgy salátaként használható. Illetve hárslevélből készült csokoládé is, hát ennek a nemes csokoládéhoz sok köze nincsen. Itt ugyanúgy a zsenge leveleket meg kell szállítani, és nagyon finom porrá őrölni. És ezt a port annyi vízzel kikeverni, hogy ilyen csoki massza szerűséget kapjunk, és ezt édesíteni, hát rosszabb esetben cukorral, jobb esetben mézzel, stíviával, tehát sokféle cukorral édesítési megoldások is vannak, és akkor egy ilyen csoki krémszerű dolog jön ki belőle. De ez is jó példa arra, amit az előbb említettem, hogy ez is olyan egyszer megcsinálja az ember, de finom, csak rengeteg munka van vele, hogy megszárítjuk, megfelelően leporítjuk. Akkor itt a nád. A nád az régen ínség áldá volt, aminek az a fő oka, hogy kevés olyan növény van, ami egész évben gyűjthető. A nád az ilyen, mert ugye télen, amikor nád nincs, akkor a gyöktörzsre akkor is gyűjthető és fogyasztható. Tehát ez egész évben non-stop rendelkezésre áll. A gyöktörzsét egyébként miután kivették, megpucolták, talapították, megszárították és megőrölték, így már liszt készült belőle, de készíthető belőle nádkaramell is, nádbort is készítettek, aztán a zsenge leveleiből, ugye ezt szecskázták, és akkor némi vízzel, cukorral kierjesztették, és akkor így készült a nádbor. Akkor ugrunk egyet megint egy fa, a fűszfa. Ennek a kérgéből készült teája az lázcsillapító hatású, a levelei pedig, a zsenge levelei ugyanúgy ehetők, mint a hársé, kevésbé finom, de egyszer érdemes megkóstolni. Itt a teájánál kitérnék gyorsan arra, hogy ugye áztatással, főzéssel, meg forrázattal készítünk teát. Ugye a fűszfának a kérge, tehát minden, ami ilyen kéreg vagy ilyen keményebb anyag, azt ugye főzzük. A gyógynövények többségét azt forrázzuk, és akkor az, amiben hőrebomló hatóanyagok vannak, azt pedig csak áztatjuk. Tehát a fűz arra volt példa, hogy ezt főzzük a kérgét, hogy lázcsillapító legyen. Akkor itt a tölgy. A makját ugye köztudott volt, hogy sertésekkel etették, de amikor éppen az éjhalál fenyegette az embereket, akkor azt ők is megették. Nagy szénhidrát tartalmú a magját, nem egy nagy gasztronómiai élményt nyújt, de az éjhalál ellen jó volt. Egyébként a makjának a belsejét körkörbe és polítva a pótkávénak is használták, jobb hiány, illetve szintén a mag belsejét őrölve lisztként is fogyasztották. Mondom, ez egyik se túl finom, de ehető. Akkor a vadgesztenyét azért tettem ide be, mert ez az indiai mosódió egy nagy divat. Ugye annak is a szaporin tartalmának köszönhetően nagyon jól mosra, tisztítja a ruhákat.
Ellenben Magyarországon is vannak szaporin tartalmú növények, az egyik a szappanfű, ennek a virágát, hogyha kipróbáljuk, akkor nagyon jól habzik, és ennek köszönhetően tisztít, de a gesztenyéből is készíthetünk pont emiatt mosószert. Picit macerás, hogy ugye a burkából kiszedjük a gesztenyét, utána ezt föl kell aprítani, és akkor vagy egy kis vászonzsákba betesszük a mosógépbe, úgy is hat, de csinálhatunk belőle törzsolgatot is, tehát hogy ezt a leaprított belsejét megfőzzük jó sűrűre, egy ilyen opálos levet kapunk, és akkor hát ezt mosószerként, tehát folyadékként használhatjuk. Ez valamivel hatékonyabb, mint hogyha csak a felaprított gesztenyét tesszük, hogy használjuk mosáshoz. Hát ez a törzsolat, ez egy jobb megoldás. Igen, de hosszú ideig nem tárolható hűtőszekrényen kell tenni. Az lehet, igen, mert ez 3-5 napra, 7 napra is csak annyit készítsen belőle az ember, ami ilyen rövid idő alatt csak használásra kell. Igen. De meg különböző illóolajokkal lehet még megbolondítani, tehát kis levendula alajat teszünk ebbe a törzsoldatba, akkor már mindjárt illatos is. Akkor itt a vadrózsa. A vadrózsának a zsenge levelét is fogyasztatjuk főzelékként, vagy ugye salátaként is, de tea is készülhet belőle, illetve a rózsa szirmai ehetők, illetve sütemények díszítésére alkalmasak. Ugye előbb láttuk a virágot, most meg a termést, a csipkebogyót. Ebből készül ugye a hecsedli lekvár, ami nagyon finom, annyi a hátránya neki, hogy ugye azzal, hogy a lekvárt főzzük, a C-vitamin tartalma elbomlik. Az előbb említettem ezt a háromféle tea készítési módot, a csipkebogyónál az áztatás a célra vezető, mert ugye a C-vitamint is meg szeretnénk benne tartani. Lehet forrázni is, csak akkor ugyanúgy finom, csak a hatással nem lesz az igazi, mert elbomlik a C-vitamin tartalma. Egy sokak által ismert ugye a bodza. A fekete bodzának a virágából is készíthetünk szörpöt, meg aztán a terméséből is. Készítünk csak egyszerűen üdítő italt, hogyha egy-két napig vízbe áztatjuk a virágot, akkor az már átveszi az ízt és az illatot, de cukorral, mézzel összefűzve ebből a szörp is készülhet. Illetve érdemes még megkóstolni a bodza palacsintát, ami úgy készül, hogy a bodza virágát ugye leszedjük, mármint így a teljes ernyőt, belemártjuk palacsinta tésztába, és pár másodperc alatt kisütjük. És egy nagyon finom csemege. Arra kell vigyázni, hogy nem szeretnénk, hogy húsos étel legyen belőle, akkor szerint, amikor még nincsenek rajta levéltetek, mert a levéltetek nagyon hamar megjelennek a bodza virágán. Szóval itt van a szeder, ez mondjuk egy 20 év ahhoz, hogy vadon nőjön, tehát ez egy kertészeti változata, de a Magyarországon is van egy ilyen hangos szeder is honos. Annak egyrészt a gyümölcse kiváló antioxidáns tartalma, tehát immunrendszer erősítő, főleg nyersen fogyasztva, és a levelét érdemes még megemlíteni, amiből a végén a planta tea készült. A szeder levélnek egy érdekessége, hogy a teája finom és a fekete teához hasonlít ízben. Ezt ki is használták régen, hogy amikor még a fekete tea drágának számított, akkor ezzel hamisították, tehát belekevertek egy kis szeder levelet, és senkinek nem tűnt fel, mert egyébként tényleg ízletes. Akkor a mentából készíthetünk szörpöt, teát. Egy elég jellegzetes íze van, tehát van, aki szereti, van, aki nem. Mindenesetre, aki szereti, annál ez is egy jó növény arra, hogyha nem túl ízletes gyógytea keveréket sikerült kreáljunk, akkor ha teszünk bele mentát, akkor az elnyomja az összes többinek az ízét, és akkor már mindjárt fogyaszthatóbbá fog válni a dolog. Akkor itt a Krisztus töv is. Ennek a magjából lisztet készítettek, mondjuk ez is egy elég sziszifusz munka, amit kiszedi az ember. De nagyon finom egyébként a termése. Kevés terméshús tartalmaz, tehát feldolgozásra szinte alkalmatlan. Egész télen fönt van egyébként a fán, úgyhogy nagyon jó madárereség is. De hogyha szétnyitjuk ezeket a terméseket, mindben van egy kicsit terméshús, ami miután megcsípsz azért kimondottan finom. Illetve
erdei szélfaként is használják, és hogyha valaki nem szeretne kerítést tenni, és ezt a gledícsiát ülteti, ez egy átfotolhatatlan bozótot fog, ami persze nyírható, de ilyen 30-40 centis áttűvisei is vannak, úgyhogy ezen a kerítésen senki nem megy át. Hogy igen? Gledícs a Triacanthus szépen, Krisztustól is. És még a fáj nagyon tartós egyébként, tehát hogyha abból készítünk valamit. Na. Igen, a vadrózsáról már volt szó, itt a nemesített társa. Főleg Bulgáriában van ennek nagy hagyománya, rózsából készült rózsaszőr, akkor rózsalekvár, rózsalikőr, kandírozott rózsaszirom, úgyhogy ezt is érdemes megkóstolni, csak célszerű az étkezési célra tartott rózsákat külön a többitől, hogy ezeket megpermetezzük, és nagyon jó süteményeknek díszítésére is. Nálunk nem honos, de azért kiemelném az olajfát, a bogyója ugye savanyúság készül, az olaját ugye az extra szűz olaj az a legegészségesebb, de a többedik sajtolás is használható sütéshez. A levél kivonatát fáraóknak a mumifikálására használták, egyébként a levél tea, azt nem mondom, hogy túl finom, de nagyon jó ilyen ásványanyag összetétele van, tehát hogy egy ilyen roboráló jellegű a tea. Még érdekességképpen szeretném elmondani, hogy az olajfák azok nagyon hosszú ideig élnek, tehát akkor már látott ilyen termő olajültetvény, van olyan, hogy több a lyuk a fában, mint a fa, tehát már annyira odvas, 2-300 éves, tehát az ember azt gondolná, hogy már nem is él, de még mindig él. És Tunéziában, hát nem tudom, hogy most is van, de pár éve még volt egy olyan, hogy olajfolyami hivatal. Nagyon nagy becsben tartották az olajültetvényeiket, illetve minden egyes olajfát, azért, mert nagy gazdasági jelentősége van a termesztésnek. Ennek az olajfogyi hivatalnak az volt a feladata, hogy ellenőrizte, hogy véletlenül se vágjon ki senki olajfát, akkor lehetett olajfát kivágni, hogyha az 5 évig nem hajt ki. És ezt ugye dokumentálták, hogy meglegyen az 5 év, ennyire odafigyeltek rá, és főleg franciák vásárolgattak ilyen tengerparti részeken telkeket, és akkor szembesültek vele, hogy azt, hogy ők megvettek egy telket, az egy dolog, de a rajta levő olajfa az az országnak a tulajdona. Tehát ha szerencsétlenül sikerült a vásárlás és a telek tele volt, mondjuk egy régi elhagyott olajfőültetvény volt, akkor nem egyszerűen, illetve sehogy nem építkezhetett rajta, mert olajfát nem lehetett kivágni addig, amíg 5 évig nem hajtott ki, és akkor ott már mindenféle módszer volt, hogy sózták, meg sósavazták, meg hipózták, meg mindent kitaláltak, hogy kinyírják szegény olajfát, és még akkor is ugye 5 évet várniuk kellett, hogy építkezhessenek. Mondjuk itt a vásárlók is azért valószínűleg meg lettek vezetve, mert tehát, hogy ezt előre tudták volna, akkor lehet, hogy nem veszik meg a terket. Mindegy, ez egy kis érdekes kitérő volt, hogy ott ezt mennyire nagy becsben tartják a olajfát. Kanyarodjunk egy kicsit vissza hazánkba. A katánkóló, ugye ez a cikóriának az őserről nevesítették, tehát a gyökeréből pirítás után nagyon jó pótkávé készíthető. Halványítva is fogyaszthatjuk a leveleit, ugye a levelei salátának alkalmasak. Most ahhoz, hogyha halványítani akarjuk, akkor ezt ugye természetben nem tudjuk begyűjteni, hanem előbb be kell gyűjtsük a gyökeret, mert a halványítás az nagyjából úgy működik, hogy vagy sötét helyen hajtatjuk meg, vagy fölkupacoljuk, mert jobb a sötét helyen való meghajtatás, akkor ugye, mivel nem kap napfényt, a zöld szintesnek nem alakulnak ki, tehát ilyen fehéres levelei lesznek, ennek is különösen jó íze van. A virága pedig szintén jó sütemények díszítésére. Akkor itt a lucfenyő. A lucfenyő használata az főleg az erdélyi részen elterjedt. Pont ebben a stádiumában, hogy a képen is van, amikor a kis hajtása ilyen 3-5 cm-esek, akkor lehet leszedni. És
akkor készülhet belőle tintúra, szirup, fenyőször, fenyődzsem. Nagyon jó ilyen köhögés ellen, felső légúti betegségekre, de egyébként hát az ízelnek, aki megkóstolja, az vagy egyből megszereti, vagy utálja, mert tényleg semmi az nem hasonlít, amit egy karácsonyfát ennénk, olyan minden. De mondjuk szerintem finom. Tehát annyi, hogy leszedjük ezeket a kis hajtásokat, azt mondjuk cukorba rétegezzük, akkor a cukor kiszívja belőle a nedvesség tartalmat, akkor ugye így készül a szirup változat, a tinktúra változat az annyi, hogy egyszerűen alkoholba vagy pálinkába tesszük. A fenyőszörp, meg a fenyődzsem az előbb említett szirupból indul ki. Ugye a szörpnél sziruppal felfőzzük, szűrjük, akkor lesz a szörp, hogyha nem szűrjük, hanem túlmixoljuk, akkor lesz a lekvár belőle. Egyébként viszonylag kiadós, tehát hogyha valaki ezt ki akarja próbálni, akkor hamar megszedhető, ilyen április-májusban az a mennyiség, ami szükséges hozzá. De az nem egészen növény, ez itt a fűrészpor. Ő azért került ide, mert Németországban most is vannak cégek, amik fűrészpor tartalmú süteményeket készítenek, de ennek Magyarországon is voltak hagyományai. Most ez itt egy illusztráció, tehát nem ezt a fűrészport kell elképzelni, hanem olyan fűrészport, ami tényleg nagyon, tehát sokkal jobban le van darálva, mert hogyha nem teljesen van porítva, akkor hát több bajt tud csinálni, mint hasznot, mert ha valakinek gyomorfekéje van, akkor az csak ront a helyzeten. De hogyha ez megfelelően, ez egyébként fenyőből szokták, ez a fűrészpor megfelelően le van porítva, akkor ez nagyon jó ilyen bértisztító ballasztanyag. Egyébként az első világháborúban, amikor a liszt, tehát búzaliszt hiány volt, akkor fűrészport kevertek hozzá, és úgy készült kenyereket ettek a magyar katonák is. Tehát ez egészséges egyébként, csak megfelelően kell porítani. Nem növény, de azért érdemes kitérni a gombákra. A gombából is készülhet például gombakolbász. Amikor voltam egy ilyen gombásztúrán, és ott megkérdezték, hogy miért jobb mérgező gombát szedni, mint ehetőt. Mondom, azt megkérdezem itt is, hogy miért jobb mérgező gombát szedni. Mert akkor keresem is úgyhogy Magyarországon gombákból is nagyon sok életet, és azok is rengeteg féleképpen felhasználhatók, egyébként ilyen húspótók is, tehát akik ilyen vegetáriánus módon étkeznek, akkor a gombák nagyon jó pótolják a húst. Na itt van az árpa, ugye a komlónál már volt szó, hogy az a sör egyik fűszerezője, az árpa ugye az alapanyaga, az árpa maláta, egyébként a maláta ital is nagyon finom, illetve árpából is lehet árpafasírtot, árpakolbászt csinálni. Egyébként ezek a gabonakolbászok húzából, árpából, ezek úgy készülnek, hogy megfőzzük, ha szükséges, egy kicsit daráljuk, és utána paprikásan befűszerezzük, és műbérbe töltjük. Nagyon hasonlít egyébként a húsból készült kolbászra, ha jól fűszerezzük. Onnan lehet megtudni, hogy mégsem az, hogy még a húsos kolbász az ugye szeletelhető, meg összeáll. Ez nem áll össze, tehát ez szétesik, de az íze az akár a megszólásig hasonlít. Illetve Magyarországon a köretek tekintetében eléggé hát egysíkúak vagyunk, hogy ugye krumplit meg is szoktunk leginkább köretnek enni, de ugye az árpából van gerslit, az is egy nagyon jó köret, de lehet kölest, húzát, hajdinát is köretként, tehát ezeket a gabonákat jobban is, többször is használhatnánk, mint tesszük. Na, akkor itt van a búza. Hát ugye a búza a kenyér gabonánk, de például búzahús is készülhet belőle. Búzahús nevet már valaki? Igen. És készít, azaz én a szejtán is készíteni. Hányra készítettek? Igen. Na, a készítését szeretném most elmondani, mert egyébként egy nagyon jó pofa dolog. Egyszerű megvenni a boltban, mert azt lehet por alatban is venni, meg lehet már kész ilyen húsformában. Ez úgy készül, hogy elkezdjük gyúrni a lisztet. Ugye a lisztnek van egy sikertartalma. A sikertartalom az a liszt fehérje tartalmát jelenti, és minél nagyobb egy lisztnek a fehérjetartalma, a sikertartalma, annál jobban összeáll a tészta. Tehát, hogyha ilyen búzahúst szeretnénk kapni, akkor minél nagyobb fehérjetartalmú búzalisztet választunk ki,
és mint egy kenyeret elkezdjük gyúrni a vízzel. Amikor megvan a kis cipó, akkor a gyúrást víz alatt folytatjuk. Egy labor vízbe elkezdjük gyúrni. Ugye a keményítő folyamatosan jön ki belőle, tehát a víz megfehéredik, azt leönthetjük, és ugye a keményítőt használhatjuk ugye, főzelékek sűrítésére, ilyesmire. Tehát azt se kell kidobni, csak utána meg kell várni, hogy elpárologjon a víz. Az a lényeg, hogy ugye gyúrjuk a víz alatt ezt a kenyérnek induló is valamit, és egyszer csak ezt fogjuk kapni, az összes keményítő kimosódik belőle, és megmarad a fehérje, ez a búzahús. Ez amikor így megmaradt, akkor egy ilyen gumiszerű anyag, ez még némi nemű további munkát igényel, hogy ez legyen belőle, ami már megszólásig hasonlít az igazi húshoz. Tehát amikor megkaptuk ezt a búza fehérjét, akkor ezt nagyon fűszeres vízbe főzzük meg. Azért lényeges, hogy nagyon fűszeres legyen a vízben, elég nehezen veszi be az ízeket. Ha megfőztük, akkor felszeletelhetjük, mint ahogy az előző képen volt látható. Egyébként így tárolható nagyon sokáig mélyhűtőbe. És akkor kúsz szeletként ugye bepárcoljuk, és süthető, főzhető, grillezhető bármi. Hát ez a vegetáriánus étkezésnek az egyik húspótló alapja. Na, nagyjából itt ennek a végére is értem, én néhány képet kiválogattam, ezek nem az én képeim, hanem Dénes Andrának az Erdő Kóstoló blogját olvastam már valaki, az interneten található meg. Ő egyébként a Herbációban is szokott írni, a Pécsi Múzeumnál dolgozik múzeumpedagógusként. Az Erdőkóstoló blogja is gyakorlatilag ilyesmiről szól, mint a Herbáció magazin, csak ők kimondottan a vadnövényekkel foglalkoznak. És akkor itt néhány képet még felvillantanék, hogy milyen guszta és jól néz ki, ha vadnövényből készítünk valamit. Ez itt például az akácital. Ugyanúgy készül, mint a bodzaital. Annyira kell odafigyelni, hogy az akácnak kevésbé karakteres az íze. Tehát még egy-két bodza virág akár 5 liter vizet is megízesít, és nagyon jó bodzaitalunk lesz. Az akácnál jóval több virág kell, jóval kevesebb vízbe. És szintén nagyon szeretik a tetvek. Igen. Tehát jókor kell ezeket azért megtalálni. Akkor itt cickafarkas fűszerső, cickafark ugye, annak itt a virágát látjuk, de a levele is nagyon finom ízű, jó vadfűszer. Akkor az előbb említett katánkóró, egy szendvicsen, jól lehet díszíteni vele. Akkor ez itt egy kucsmagombás risotto, egy medvehagymás palacsinta, és medvehagyma szósszal mellé. Hát ezek tényleg úgy néznek ki, hogy egy étterembe is elmehetnének. Egy vadzöldséges kifli, gyakorlatilag a vadzöldséget megpároltuk, és akkor tésztába belekerül sütve, és akkor egy virágos vegyes saláta. Itt is látjuk, hogy van benne bolya, szászószé, igen, család is van benne, gyermekláncfű, meg ugye még minden zöld. Hát ezek nagyon jól néznek ki, és akkor a végén egy vadzöldség és pizza. Na hát nagyjából annyit szerettem volna erről. Remélem kedvet kaptak, hogy pár dolgot megkóstoljon. Köszönöm szépen a figyelmet! Akkor elég komoly ideig kell, és a vízbe ezek szerint húzálni, akkor ilyen, és hogy melyik fajta vízből, a teljes kiélőésből nem jó. De nem sok értelme a teljes kiélőésből, tehát a fehér víz legyen, de a siker tartalma milyen nagyobb. Tehát ugye... Tehát a fehér tartalom a lényeg. Ugye, mert ez a teljes kiélőésű ki fog ázni belőle, tehát itt csak a fehérje marad meg. Igen. Hát akkor nincs több van. A Herbáció magazinnak a honlapján
erdőkóstoló.hu, ott tudja megnézni, illetve az erdőkóstoló blogot. Igen. Ezeket, illetve külföldi szakirodalma is van ennek, tehát hogyha a, mondjuk angol nyelven nagyon sok könyv megjelent, egy fordító programmal egyébként azt is meg lehet oldani. Igen, meg szintén angol nyelven vannak ilyen katonai szakkönyvek, ilyen túlélő könyvek, aminek az egyik fő fejezetük mindig ez a vadonban való túlélés. Ezek foglalkoznak a témával leginkább. Olyan finom, de valami olyan, tehát ez teljesen nagyon csisolt, de egyrészt fantasztikus.